Gyertyás felvonuláson tiltakoztak több mint 2000-en Sepsiszentgyörgyön az erdélyi református egyház kerület tulajdonában lévő Székely Mikó kollégium visszaállamosítása ellen. A résztvevők szolidaritásukat fejezték ki a restitúciós bizottság tagjaival, akik ellen vádat emelt a korrupció ellenes ügyészség. A vád szerint a bizottság tagjai hamisan állapították meg a tulajdonjogot, így 1,3 millió euróval károsították meg az országot. A felvonulók szerint a román államnak soha nem volt köze az épülethez, azt ugyanis 150 éve gróf Mikó Imre és a sepsiszentgyörgyi magyar közösség építette, hogy a székely gyerekek megfelelő körülmények között tanulhassanak. Nincs az rendben, hogy miközben tőlünk évtizedeken keresztül elveszik ingatlanjainkat, javainkat, a másik kezükkel odaadják másoknak. Nincs az rendben, hogy a történelmi magyar egyházaktól évtizedeken keresztül elvették ingatlanjaikat, és odaadják más egyházaknak.